Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Hogy mi az ő gondolata, mit tervez veled, hogyan érzi magát, vagy mit érez irántad, és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Sürgős esetben telefonon elérhető vagyok a hotline-on naponta este 11 óráig. A telefonszám a videó végén látható. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Először is az ő gondolatát tekintjük meg, ami itt felül és alul középen látható. Ez a kép jelenti a mozgást. Ő irányítja a dolgokat, irányítja az eseményeket. Itt megjelenik a rák jegyének a szimbóluma, tehát itt az otthonáról vagy a családról van szó. Esetleg egy közös otthon tervezéséről. Itt alul látható a tűz eleme. Ez jelenti a bátorságát, a lelkesedését, de ezen a képen külső befolyások vannak, ami korlátozza őt, sőt itt megjelenik Szaturnusz bolygó szimbóluma, ami arra utal, hogy vannak itt tervei a családon belül, de valaki megpróbálja ezt megakadályozni. Közben megszakítottam a felvételt, hiszen volt egy hívásom a hotline-on keresztül. Tehát az ő gondolatainál tartottunk, ő szeretne valamit változtatni, itt van külső befolyás, valaki meg akarja ezt akadályozni, itt családi kapcsolatokról, vagy az otthonáról van szó, és mivel itt van külső befolyás, ami kellemetlen számára, itt védenie kell magát, vagy ki kell mondania a véleményét. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon, mindkét kártyánál a tűz eleméről van szó, ugyanúgy, mint itt is. Kimutatja a bátorságát, valami lelkesíti őt, például ez a változás, ez lehet egy költözködés is. Keresi veled a kapcsolatot, hiszen megvannak a szenvedélyek köztetek, azon kívül itt látható Mars bolygó szimbóluma, és itt látható Vénusz bolygó szimbóluma, és itt a férfias és a nőies energiáról van szó, tehát a párkapcsolatról. Itt fontos számára a biztonság érzete, és ennél a kártyánál látható, hogy keresi veled a kapcsolatot. Vannak mély érzelmek, ami itt látható, hiszen a kelyhek az érzelmekre utalnak, de mivel a Szkorpión jegyéről van szó, itt vannak néha negatív érzelmek is, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok, esetleg féltékeny. Amit a Szkorpión jegye itt még jelent, ezek a szexuális témák, ami itt is a tűz eleménél, a szenvedélyeknél érezhető. És mit fog tenni? Azt itt jobb oldalon látjuk, útban van hozzád, beszélni akar veled, itt kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok, kimondja a valóságot, megbízhatsz benne. De ez a férfi megjelenik itt, mint egy uralkodó, ő irányítja a dolgokat, ő uralkodik a helyzet felett. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák.
Itt látható az alsó képen, hogy ő mozgásba jön, irányítja az eseményeket. Itt láttuk, hogy van külső befolyás. Ez a külső befolyás újra megjelenik itt, mint egy hamis személy, aki figyelgeti őt, kíváncsi, és itt vannak azért még akadályok. Itt a hold jelentheti az anyukáját, vagy egy hölgyet, akinek gyermeke van. Amit a hold még jelenthet, hogy nála vannak elképzelések, valamit szeretne változtatni, ami az otthonát, a családot illeti, és úgy érzi, hogy valaki így eltitkol előle valamit, hiszen a hold jelenti az éjszakát, és éjszaka valami még nem látható, de ő rájött arra, hogy valaki megpróbálja ezeket a változásokat megakadályozni. De a hold jelentheti az ő álmait, elképzeléseit, és mivel itt a tűz eleme látható, meg az uralkodó jött ki a kivetésnél, ő uralkodni fog a helyzeten, és megvalósítja az álmait. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket, és a kutya utal a hűségre. Megbízhatsz benne, ő hűséges hozzád. Ő keresi veled a kapcsolatot, és itt a kártya jelenti a nyilvánosságot, hogy találkozni akar veled a nyilvánosságon. Lehet, hogy lesz egy meghívás. Itt a négyes szám azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete. Itt a kos jegyének a szimbóluma jelenthet egy új kezdetet, változásokat, és itt a fa szintén a biztonság érzetére utal, ahol le tud gyökerezni. Amit a fa még jelenthet, ezek az egészségügyi témák. Vagy ha nem érezte jól magát, akkor megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és keres egy új munkahelyet, ahol úgy érzi, igen, most ide elérkeztem, itt le tudok gyökerezni. Itt voltak bizonyos dolgok, ami átláthatatlannak tűnt, de most kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok. A felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél évet, vagy fél éven belül vannak ötletei, tervei, és ezt fél éven belül akarja megvalósítani. Itt a hölgy a kezében tartja ezt a kulcsot, és ennél a kártyánál a kulcsról van szó. Az ő maga biztos fellépéséről, hiszen ő az uralkodó. Ezzel a kulccsal kinyit valamit, ezek a lehetőségek. Erről akar beszámolni. Itt tisztázódnak akkora dolgok. Itt megjelenik a kígyó, ez lehet egy változás, vagy a gyógyító erő, de néha jelent egy hölgyet. Lehet, hogy van egy nő a háttérben. Itt is látható a külső befolyás, a hamisság, amikor óvatosnak kell lenni. Lehet, hogy a hölgy miatt valami úgy átláthatatlannak tűnik.
előfordulhat az is, hogy te úgy gondolod, ez a nő még mindig ott van a háttérben, és számodra átláthatatlan a helyzet, ő tisztázza ezeket a dolgokat veled, kimondja, hogy hűséges, és itt, mint uralkodó és a kulcs kijelenti azt, hogy ezt a kapcsolatot lezárta, és nyitott arra, hogy veled építsen ki egy kapcsolatot. És nem titkol el téged, hiszen itt van a nyilvánosság, ő felvállal téged a nyilvánosságon. És az ő jelenlegi helyzete. Itt az utak jelentik azt, hogy útban van hozzád, és fontos döntéseket fog hozni. A te jelenlegi helyzeted. Itt a halak jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást. Lehet, hogy itt is kinyílik egy ajtó számodra, és kapsz lehetőségeket arra, hogy valamit változtass a munkahelyen, az anyagi helyzeten. Amit a halak még jelentenek, és ez kihat gyakran a párkapcsolatra, ezek a belső értékek, hogy ő értékel téged. Persze azt is jelentheti, hogy segít anyagilag, és a pénz útban van hozzád. Ez volt a felvétel, egy aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, kommentárt írnál a videó alá, és ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!